kiből válik a jó vezető? Abból válik jó vezető, aki előbb megtanulja, hogyan kell követni. Abból, aki önmagában kezdi meg a változást, és előbb megtanul önmagának parancsolni. Abból, aki világnézetét nem csak hirdeti, hanem mindennapjaiban éli meg. Abból, aki választás nélkül kivívja azt a tiszteletet, hogy vezetőként kövessék. De abból is, aki a választás után vállán érzi óriási felelősségének, a vezetés terhének minden súlyát, és ezt felismerve nő fel a feladathoz, hogy helyes irányt mutasson. És hogy mi kell mindehhez? Fanatizmus. Őrült nagy fanatizmus és a győzelembe vetett hit. Hinned kell célod elérésében, és hinned kell, hogy amit képviselsz, az jó. Mi kell tehát mindehhez? Hit, szilárd elhatározás, kitartás, és még több kitartás. Aki bármilyen pozícióra jelentkezik, annak ezzel tisztában kell lenni. Meg kell védenünk az Istent az embertől. Meg kell védenünk a hazát az árulóktól, és meg kell védenünk a jövő ifjúságát, a devianciát hirdető, hazátlan és elvtelen senkiktől. Ezért a Mi Hazánk ifjainak nem lehet más küldetése, ma és a jövőben sem, hogy a normális fiataloknak élhető hazát teremtsen, egy olyan közösségnek kell lennünk, aki kiáll nem csak a sajátjaiért, de minden magyar fiatal számára, egy erős, normalitást képviselő, hiteles szervezetnek kell lennünk. Mi vagyunk azok a fiatalok, akik a friss erőt képviseljük. Ehhez pedig elengedhetetlen az aktivitás, a szorgalom és a fegyelem. Most pedig ennek a munkának az elvégzéséhez szeretném kérni a felhatalmazásotokat. Fel a győzelemre! Jövő Magyarországát nekünk kell alakítani, hogyha nem mi fogjuk alakítani a jövő Magyarországát, akkor Magyarországnak nem lesz jövője. 2022-ben egy olyan sorsdöntő választás lesz itt Magyarországon, amely rendkívüli mértékben fogja befolyásolni azt, hogy Magyarország jövője milyen irányba tud menni. Hiszen van két olyan politikai oldal Magyarországon, amelyek nem kínálnak pozitív jövőt Magyarország számára. A Mi Hazánkban úgy szoktuk ezt mondani, hogy a áll nemzet és áll keresztény, ahogy ezt Misi remekül megfogalmazta, kormány egy lassú halált jelent a magyar nemzet számára, a baloldal pedig egy rendkívül gyors halált. És ott van a Mi Hazánk mozgalom, itt vagyunk mi, mert hogy mi alkotjuk ezt a közösséget. Mindenkit kérek, hogy az adott településen, adott megyében, ahol él, ezt az évet ezt úgy használja föl, hogy ez egy sorsdöntő év lesz. Utána tudunk majd pihenni egy kicsit, bár egyébként nem lesz sok időnk pihenni, mert elkezdődik az országgyűlési munka, amiért tulajdonképpen most dolgozunk. Nem azért dolgozunk, hogy bekerüljünk az országgyűlésbe, hanem hogy ott utána azt a szellemiséget meg tudjuk valósítani, és gyakorlatba be tudjuk építeni, amit mi most szavakban képviselünk. Egy ifjúsági szervezet számára a legelső és legfontosabb cél az identitásképzés. Az identitásképzéshez azonban nem árt visszanyúlnunk az emlékezet politikához is. Elődeink, őseink tisztelete, fontos történelmi eseményeinkből való merítés épp úgy fontos, motiváló, mint jövőbe tekintő terveink. Rengeteg múlik rajtunk is, hogy parlamenti, vagy azon kívüli pártifjai leszünk. Kérlek benneteket, szálljatok be mindannyian a kampányba. Segítsük a Mi Hazánkat bejuttatni a parlamentbe, hogy mához egy évre egy országos szinten stabil csapatként parlamenti párttal a hátunk mögött merjük még nagyobbat támadni, hogy életerős ifjúságot és életerős nemzetet teremtsünk. Szavazat számláló bizottsága az az eredmény jött ki, hogy először is az egyik alelnök Binder Csaba lett országos szinten, a másik országos alelnök Cservenák Mihály lett. Vékony Csongor Levente. Egy megtiszteltetés, hogy az országos elnökséget én képviselhetem, mint a ti tisztújtó kongresszusotokon. A legnagyobb sötétségben is képes a legkisebb gyertyának a lángja is fényt hozni, és ez a fény aztán ez terjed. Na most én úgy gondolom, hogy ha a problémák tengernyi mennyiségét nézzük, akkor sem kell feladnunk, ez akkor sem egy veszett ügy, hiszen vagyunk itt egy maréknyian, akik azért dolgozunk, hogy kihozzuk ebből a kátyúból ezt az országot, amiben került az elmúlt 32 évben, és az azt megelőző közel fél évszázadban. Én gratulálok mindenkinek, aki ma itt pozíciót nyert el,
mindannyian szerintem megszolgáltátok. Köszönöm szépen az alelnök úrnak, hogy részt vett eseményünkön és megosztotta gondolatait, és mindannyiótoknak a bizalmat. Meg fogom szolgálni, ezt továbbra is ígérem.